Több halfogyasztást ösztönző kampány is indult az utóbbi években, ezek közül a legfrissebb a halpéntek. Ennek ellenére a magyarok így is nagyon elmaradnak az európai átlagtól. Szezonálisan általában a karácsonyi időszakban fogy a hal a magyar piacokról. Idén azonban olyan helyzet állt elő, részben a pandémiának köszönhetően, ami ritka, az országban május végére elfogy a piaci érett hal. Arról van szó, hogy 1200 tonna halat annak idején, miután határzárak voltak és nem volt biztosította külföldre való kivitel, az elmúlt év tavaszán 1200 tonna halat értékesítettünk, úgyhogy az állam vásárolta meg és kihelyezte a természetes vizekbe, különben rajta maradt volna a termelők nyakán. Tehát ez a dolog, ez fontos volt, hogy ezt csináljuk meg, mert utána ugye nehéz lett volna a lábraállás, de ugye ez nem a fogyasztóhoz került, hanem kikerült a természetes vizekben ez a 1200 tonna, és ez a piacról hiányzik. Ugye az előbb említettem volt, hogy ezt nem lehet egyik évről a másikra pótolni, hiszen 3 éves termék a hal, tehát 3 évig tart, amíg akkor lesz, hogy pótolni fogja az előző évi kiesett mennyiséget. Teljesen eltűnt a piacról a busa, de a pontyexport is jóval magasabb a szokásosnál. A mahal februárban készült felmérése szerint a halgazdálkodóknak nincsenek plusz készleteik. Az árak a tavainál 10%-kal magasabbak, és további emelkedés várható. Persze ebben is van eltérés tájegységek között, de azért azt ki lehet mondani, hogy egyértelműen közel 10%-ot azért emelkedett a hal, nem csak a hiány miatt, mert általában akkor még nem derül ki, hogy hiány van, amikor megjelenik a vevő, hanem az egyéb input költségek miatt voltunk kénytelenek az árakat már ősszel valamennyire megemelni. Mondjuk, ha most valaki elég jól kufárkodott volna a termésével, akkor viszont bizony az az áremelkedés, hát amennyiért tőle meg lehet venni alatt, az lehetne akár 20% is, vagy még több is, mert mint ahogy mondtam, ha kell a hal valahol, akkor ide ad érte bármennyi pénzt a vevő. Tehát ez lenne a piaci helyzet hatása. Én azt gondolom, hogy valóban elfogyott a hal, tehát lesznek magas árak, de nem lesz hal. A külföldi vevők tanulva a tavalyi tapasztalatokból előre gondolkodtak, és nagyon korán beindult a piac. Jelenleg annyi hal maradt a termelőknél, amit a régi vevőiknek tettek félre, hiszen elsődlegesen őket próbálják kiszolgálni. Így azonban az exportigényeket már lehetetlen kielégíteni.